lenni, mint aki elment kis kosárral kirándulni, hátizsákkal a kaput zárni, és dobgitárral várni a buszra, s ha megjött felrakni mindent egy szuszra, röhögni a későkön, ahogy zacskóval futnak, de nem parázni, mert úgyis feljutnak a hegyre, helyre feljebb, ott törve, néha futva, helyet keresni a fajnak a buszra, ahol nem sokan néznek, és you know, normally you have one stage, second and third. Normally. Now it's shaking. Mert az utolsó pillanatokban kitaláltuk, hogy mégis szét kéne szedni az autót teljesen, és össze kéne rakni mondjuk, ami egy normális dolog, sok alkatrész nem jött meg, de végül is itt vagyunk, az eddig elég jó jel. Bár a figyelemre veszünk azokat a kaotikus állapotokat, amilyen útviszonyok között Magyarországon ide ki kellett jönni, de hál' Istennek itt időjárás szokásához szíve jó idő van. 4 óra környékén kezdődik a prolog, hát reméljük a legjobbakat, hogy sikerül jól teljesíteni. Hogy látod a kategóriatársakat? Milyen lesz a verseny? Elég sok nagyon jó autó és jó versenyző van. Én azt gondolom, hogy a tavalyi helyezésen szeretnénk egy kicsit javítani, vagy legalább ugyanazt elérni, de elsődleges cél az, hogy befejezzük ezt a versenyt és beérjünk a célba. Elérhető ez a cél? Én azt gondolom, hogy igen, nem hiszem, hogy ez problémát okozna. Megpróbáljuk a tőlünk lehető legjobbat kihozni. Kicsit gáz volt a prolog, mert az első 3 kilométerben nagyon jól ment, és jól is éreztem magam. Viszont beértünk egy mély patakos részre, és kaptam egy hátsó defektet tulajdonképpen. Nekem egy ilyen defektmentes hátsó, ilyen múznak hívják, az van benne, és szétrobbant a múzom. És a kerék állt egy helyben, a belső forgott, tulajdonképpen nem bírtam vele haladni. Beestem a vízbe, ott meg egy ilyen 50 centis víz volt. Hogy érezted magad a motoron így az év elején? Kicsit fázósan, hideg volt, de szerintem jó lesz, és remélem, hogy neki jó, megcsináltam a hátsó kerekedést, tudok menni. Azt gondolom, át kellett volna raknunk a másik gumit, de azt hittem, hogy ez jó lesz, hát ez egy szörnyű nagy tévedés volt, de szerintem maradtunk ugyanezen a helyen időeredményeket, ahogy néztem ott a célba a kiírásnál. Még mögöttünk jönnek, nem tudom, hogy fognak menni. Volt egy borzasztó szörnyű rész ebben a pályában, nem tudom, hogy tudták kitalálni, de hát ez hasonlít a 6-7 évvel ezelőtti olasz versenyhez, tehát kritikán aluli minden, az időter, itiner, tehát amit eddig műveltek, eddig a percig, a rendezők, az nem tudom, nem egy FIA rendezvényhez való, hanem egy, mit tudom én, kert végében berugunk és jippezünk című
rendezvényre lenne elegendő. Van valami taktika holnapra? Megyünk. Megyünk és célba érünk. Jó pihenést! Köszönöm. Csak a séta, hosszú lépte, közben néha piros szőlő, fehér pesgő, pázsit zöldre pléden fekvő.